Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Tengeri kaland. Bogyó a csigafiú és Babóca a katicalány egy nyári napon rábukkantak egy szép, színes mesekönyvre. A könyvben szebbnél szebb képek voltak a tengerről, színes halakról, rákokról, kagylókról és egy érdekes állatról, amilyet Bogyó még sohasem látott. Polipnak hívják, de még én sem láttam soha. Mi lenne, ha elmennénk a tengerhez? Kérdezte lelkesen a kis csiga. Ugyan, Bogyó, azt sem tudjuk, merre induljunk. Kérdezzük meg a baglyót, ő mindent tud. Kedves bagoly, mondd csak, hogyan juthatunk el a tengerhez? Készítsetek kis hajót és tegyétek vízre. A patak sodrása elvisz titeket a folyóhoz, a folyó pedig a tengerhez. Bogyó és Babóca megköszönték a tanácsot, és nyomban munkához láttak. A három kis bagolyfióka lelkesen segített a hajóépítésben. A két barát bemászott a hajóba. A hullámok azonnal magukkal sodorták a vitorlást, és a hajó már száguldott is a tenger felé. Hurrá! Kiáltott Bogyó. Irány a tenger! A szél sebesen vitte a hajót a patak, azután a folyóvizén. Hamarosan feltűnt a láthatáron a tenger óriási kéksége. Megérkeztünk! Kiáltotta Bogyó. A partra vonszolta a hajót és kikötötte egy pálmafához. Gyerünk, Babóca! Ússzunk le a tenger mélyére! Szólt Bogyó. Ekkor ámultak csak el igazán. Egyszer csak egy rákot vettek észre. Vele együtt úsztak a víz felszíne felé. Mondd csak, nem tudod, hol találkozhatnánk egy igazi polippal? Kérdezte Babóca. Gyertek, kapaszkodjatok az ollóimba. Megmutatom nektek azt a kis szigetet, ahol a polip üldögélni szokott. A rák kitette a két barátot a parton, és nyomban el is tűnt a hullámok között. Bogyó és Babóca riadtan ugrottak be egy szikla mögé. A polip sokkal nagyobb volt, mint gondolták, és nagyon megijedtek tőle. Ekkor a polipnak támadt egy jó ötlete. Kavicsokat szedett, és 8 karjával ügyesen dobálni kezdte őket. Ez nagyon tetszett Bogyónak és Babócának. A kis katica és a csigafiú lassanként kimerészkedtek a szikla mögül. Gyertek, mondta a polip. Megmutatom nektek a Csöpp-sziget legszebb kavicsait. Bogyó, Babóca és a polip hamar összebarátkoztak. Az idő gyorsan szaladt a kis szigeten. Ideje indulnunk, mondta Babóca. Viszlát, kedves polip! Örülünk, hogy találkoztunk. Jó utat, mondta a polip, és átnyújtott új cimboráinak egy-egy csillogó kavicsot. Bogyó és Babóca bemásztak a vitorlásba, és megpróbáltak felfelé evezni a folyón, de bizony nem sikerült. Ó, Bogyó, nem tudunk haladni az árral szemben. Ki kell szállnunk a hajónkból, mondta rémülten Babóca. Látod, Bogyó, mondtam, hogy ne vágjunk bele ekkora utazásba. Okoskodott a katica. Igazad van, Babóca. A kő azonban hirtelen megmozdult. Mit búslakodsz, kis csigafiú? Szólalt meg a kő. Bogyó nagyot nevetett, mert a kő nem volt más, mint egy teknős béka. Cimboráim a szivárványhalak most indulnak hosszú útjukra. Felúsznak a patakon egészen a forrásig. Biztosan szívesen magukkal visznek titeket. Bogyó és Babóca búcsút vettek a teknőstől, és felültek a vezérhal hátára. A halacskák hamarosan egyenes sorba rendeződve elindultak a patak irányába. Mire leszállt az este, a halak valóban elérték a tisztást, ahol a katica pöttyös házikója állt. Bogyó és Babóca megköszönték a segítséget, és búcsút intettek a tovább úszó halaknak. Látod, Babóca? Minden jó, ha vége jó, állapította meg bölcsen Bogyó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Áfonya szedés. Egy őszi napon Bogyó és Babóca áfonyát szedni indultak az erdőbe.
Velük tartott Pihe, a lepke kislány, és Döme, a krumplibogár is. Én fogom a legtöbb áfonyát szedni, kiáltott izgatottan Döme. Nézzétek, az a bokor tele van érett áfonyával, szólt a csiga fiú. Leszedem. De Döme megelőzte. Odaugrott gyorsan a bokorhoz, és lekapkodta róla a legszebb gyümölcsöket. Hű, az a bokor is roskadozik a sok áfonyától, lelkendezett Babóca. De a krumplibogár megint gyorsabb volt. Mire Babóca odaért, leszedte a bokor legszebb áfonyáit. Döme, ez így nem ér. Ne szedd le előlünk az összes áfonyát, mondta haragosan a Katica lány. Nem sokára egy patak állta útjukat. Hidat kell rá építenünk, mondta Pihe. Már tudom is hogyan, gyertek, hozzuk ide azt a kidőlt fatörzset. Mindenki kivette a részét, együtt vonszolták a súlyos fadarabot. A barátok erős kis hidat készítettek a kidőlt fatörzsből. Készen van, sóhajtott Pihe. Nézzétek, ott áll egy áfonyabokor, tele kék bogyókkal. Több se kellett Dömének. Én érek oda előbb, enyém lesz az áfonya. De hogy félrelökte a lepke kislány, Pihének megcsúszott a lába, és a hídról egyenesen belepottyant a patakba. Segítség! Jaj, Pihe, kapd el a kezem! Mondta riadtan Babóca, de Pihét egyre tovább sodorta a patak, és nem érte el a Katica lány kezét. Bogyó egy hosszú botot hozott. Kapd el a botot, Pihe! Kiáltotta. De ez a terv sem sikerült. A lepkelányt túl gyorsan vitte magával a víz. Döme, segíts! Ki kell emelnünk Pihét a vízből! Kiáltott Babóca, és két kezénél fogva kihúzták az elázott lepke kislányt a patakból. Jaj, nagyon fázom, és elázott a szárnyacskám is, didergett Pihe. Neked adom a pulóverem, én vagyok mindenért a hibás, ne haragudj, Pihe, mondta Döme. Ez kedves dolog, szólt Döméhez Babóca, de megfázolt pulóver nélkül, inkább szedjünk Pihének nagy leveleket és takarjuk be. Bogyó, Babóca és Döme beborították Pihét nagy lapulevelekkel, de a lepke kislány így is didergett. Így is fázom, nagyon fázom, és a szárnyacskám, nézzétek, nem működik. Elázott, tönkrement, sírt fájdalmasan. A napocska megsajnálta a zokogó lepkét. Lejjebb ereszkedett, és sugaraival kedvesen, gyengéden megsimogatta Pihe szárnyait. A lepke szárnyak hamar megszáradtak, és olyanok voltak újra, mint régen. Hurrá! Megszáradt a szárnyacskám, és a ruhám is. Már nem is fázom. Köszönöm, napocska, mondta boldogan Pihe. Ne haragudj, Pihe, mondta ekkor Döme. Máskor nem szedem le előletek az áfonyákat, és neked adom azt is, amit én gyűjtöttem. Köszönöm, Döme, de az áfonya legyen közös, mosolygott Pihe. Siessünk gyorsan a házikomba, és süssünk belőle süteményt. Nem sokára meg is érkeztek Pihe házához, és munkához láttak. Megmosták az áfonyát, és leszedegették a levelét. Járt a fakanál, csörögtek az edények, finom illat töltötte be a konyhát. Délutánra el is készült a finom áfonyás sütemény. Meghívták a lakomára Vendelt, a szarvasbogarat, Baltazárt, a méhecskét, és Gömbit, a kis virágbogarat is. Mind körbeülték az asztalt, falatoztak és beszélgettek. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Rossz álom. Egy viharos estén Bogyó, a csiga fiú, lefekvéshez készülődött. Fogat mosott és ágyba bújt, mintha valaki zörgetett volna az ajtón. Talán csak a szél, gondolta, és nem törődött vele. De a zörgés pár perc múlva újra hallatszott. Mi lehet ez? Belebújt a papucsába, és kinyitotta az ajtót, de nem látott senkit. Biztos csak képzelődöm, mondta, és visszabújt az ágyba.
De valaki ismét zörgetett. Ki az? Ugrott ki az ágyból Bogyó rémülten. Kitárta az ajtót és körbenézett. Kukac, gyere be! Olyan kicsi vagy, hogy nem vettelek észre. Mi történt? Rosszat álmodtam. Itt maradhatok nálad, mondta a kukac. Persze, itt maradhatsz. Bogyó egy papírdobozból apró ágyacskát hajtogatott a kukacnak. Tessék, ez lesz az ágyad. És mi lesz a takaróm? A sapkám éppen jó lesz. Olyan, mint egy igazi hálózsák. Jól van, kukac, most már aludjunk. Álmos vagyok. Bogyó már majdnem álomba merült, amikor a kukac megszólalt. Bogyó, felgyújthatjuk a lámpát. Félek a sötétben. Ugyan, hiszen nincs sötét, világít a hold. Nincs mitől félni, aludjunk, mormogta a csiga. De igenis sötét van, erősködött a kukac. Nincs sötét, de sötét van. Jól van, széthúzom a függönyöket, így már látod a holdat. Világítanak a csillagok is. Aludjunk végre, mérgelődött Bogyó. A csiga fiú magára húzta a takaróját, és azonnal álomba merült. De nem sokáig aludhatott, mert a kukac ismét felverte. Szomjas vagyok! Így áll, kukac, vágta rá Bogyó. Nem érem el, segíts, Bogyó, kérek egy kis vizet, nyafogott a kukac. Köszönöm, súgta a kukac. Aludj jól. Bogyó jól is aludt volna, ha pár perc múlva a kukac ismét fel nem ébreszti. Éhes vagyok. Nem, éjjel nem eszünk, majd reggel, dörrent rá Bogyó. De én éhes vagyok, nem vacsoráztam a vihar miatt, panaszkodott a kukac. Köszönöm, többet nem zavarlak, ígérte a kukac, és rágcsálni kezdte az almát. De nem tartotta be az ígéretét. Bogyó, nem tudok elaludni, félek, ébresztette fel ismét a csigát. Mitől félsz? Kérdezte fájdalmasan Bogyó. Nem tudom, csak úgy félek. Kérlek, mesélj nekem valamit, attól elalszom. Jól van, nem bánom, mesélek neked, már úgyis kiszállt a szememből az álom. Bogyó mesélni kezdett a kukacnak. Elmesélte, hogyan sodorta el a papírsárkányt a szél, hol találták meg a gomba kalapját, hogyan gyógyította meg Bagoly doktor a fülgyulladást, és mit kapott a százlábú karácsonyra. De a kukac a felét sem hallotta. Mély álomba merült a mesétől. Végre Bogyó is alhatott. Mire felébredtek, véget ért a szélvihar, és hét ágra sütött a nap. Látod ott azt a képet az ágyam felett? Kezdte Bogyó. Mert én is szoktam rosszat álmodni, és olyankor mindig erre a tündérre gondolok. Ő segít, hogy elűzzem a rossz gondolatokat, meg az ijesztő álmokat. Neked is rajzolok egy képet az ágyad fölé. Valakiről, akit nagyon szeretsz. Ha bánatos vagy, akkor csak ránézel, és rögtön megnyugszol. Elillan a rossz álom. A napocska! Rajzold le a napocskát, őt nagyon szeretem, mindig mosolyog. Nagyon szép lett, köszönöm, mondta elégedetten a kukac. Ragaszd ki az ágyad mellé, és a kukac már indult is boldogan hazafelé. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek.
Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karos székéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba, szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Erdei tornaverseny. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár a tóparton üldögéltek, és kavicsokat dobáltak a vízbe. Bogyó többször is eltalálta az úszó farönköt, a többiek pedig nagyokat tapsoltak örömükben. Gyertek gyorsan a rétre, kezdődik a tavaszi tornanap, érkezett futva a hírrel Vendel. A réten már gyülekeztek a többiek. A bogárkák tornaruhába öltöztek, és megkezdődött az első versenyszám, a futás. Mindenki szaladt, ahogy csak a lába bírta. Három kört kellett futni a rét körül. Nem ér, Döme csolt, levágta a konyort! Kiáltott Ugri, a szöcskelány. Csolni nem szabad, mondta szigorúan Alfonz. Újra kezdjük a versenyt, de senki se csaljon! Vendel futott a leggyorsabban, utána Ugri érkezett, harmadik helyen Baltazár ért célba. Bogyó érkezett meg utoljára. Baltazár és Döme összesúgtak a háta mögött.
Lassú csiga. Ne gúnyolódjatok, ez nagyon csúnya dolog, mondta dühösen Babóca. Most következik a magasugrás. Az nyer, aki a legmagasabbról tud almát szakítani, mondta Alfonz. A kis bogárkák nekifutottak, és minél nagyobbat próbáltak ugrani. A legfelső almát Ugrinak sikerült megszerezni. A következőt Pihének, a harmadik alma Döméjé, a krumpli bogáré lett. Bogyó hiába ugrott, nem érte el a legalsó almát sem. Nem sikerül. Semmi sem sikerül, mérgelődött. Ugyan, Bogyó, majd a bukfencezés jobban megy, ne buslakodj, mondta Lili, a rózsabogár. De Bogyó a bukfenc versenyen nem mert elindulni, mert féltette a csigaházát. A versenyzők rajthoz álltak, és elbukfenceztek a rét egyik végéből a másikba. Babóca volt a leggyorsabb, ő nyert. Most következik a repülés, szólt Alfonz. Aki leghamarabb elér a fenyő csúcsáig, és elhozza a legfelső tobozt, az nyer. A bogárkák már is elindultak. Pihe, Baltazár, Babóca és Szellő versenyeztek a tobozért. Pihe volt a leggyorsabb. Ő ért a fenyő csúcsához leghamarabb. Én persze repülni sem tudok, duzzogott a csiga fiú. Nem érgelődj, Bogyó, most következik az ugrókötél verseny. Aki legtöbbet ugrik egy perc alatt, az nyer. A négy versenyző ugrókötelezni kezdett, de Bogyónak beleakadt a lába az ugrókötélbe, és csúnyán megütötte magát. A többiek aggódva szaladtak hozzá. Én nem tornázom tovább, nekem semmi sem sikerül, hazamegyek, mondta elkeseredve, és már indult is. Ki kell találnunk valamit, valahogyan fel kell vidítanunk Bogyót, mondta Babóca. Igen, találjunk ki valamit, egy olyan feladatot, amiben Bogyó is ügyes, szólt Lili. Tudom már, kiáltott Pihe. Célba dobás! Igen, ez jó ötlet, mert a farönköt is csak Bogyó tudja eltalálni a tóban, helyesett Baltazár. A barátok öt kupacot építettek, az elsőt almákból, a másodikat gesztenyékből, a harmadikat tobozokból, a negyediket mogyorókból, az ötödiket pedig körtékből. Babóca rávette Bogyót, hogy jöjjön ki újra a rétre. Most kezdődik a célba dobás, van kedved versenyezni? Kérdezte Lili. Hurrá, célba dobás, hát persze én is beállok. Mindenki beállt a versenybe, de a legügyesebb Bogyó volt. Egyedül neki sikerült mind az öt tornyot leborítania. Látod, Bogyó, futásban én vagyok a legügyesebb, ugrásban Ugri, repülésben Pihe, bukfencben Babóca, ugrókötélben Lili, de célba dobásban te vagy a legügyesebb. Mindenki ügyes valamiben, mondta Vendel. Bogyó egy szép, fényes gesztenyét kapott, amibe Alfonz belekarcolta, célba dobás, első helyezett. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A gomba kalapja. Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és Gömbi kirándulni indult az őszi erdőbe. Egyszer csak holk sírást hallottak. A bokor mögül jön, suttogta megszeppenten Bogyó. Egy kis gomba sírt a bokor mögött, hiányzott a fejéről a kalapja. Ki vitte el a kalapod? Kérdezte bátortalanul Babóca. Nem tudom, mire felébredtem, már nem volt a fejemen, szipogott a gomba. Ne aggódj, majd mi segítünk, keresünk neked másik kalapot, nyugtatta meg Bogyó. Mind hazaszaladtak, és hamarosan egy-egy fejfedővel tértek vissza az erdőbe. Hoztunk neked új kalapot, mondták, és sorra felpróbálták a gombára a kalapokat. Először Babóca adta rá pöttyös sapkáját, de az sehogy sem illett a gombához. Utána pihetette fel rá boszorkány süvegét. Nem akarok boszorkány lenni, mondta dühösen a gomba. Ezután Gömbi húzta elő napellenző sapkáját, de az meg kicsi volt rá. Most Bogyó következett. Két kalapot is hoztam, itt a kertész kalapom, és elhoztam az ördög sipkámat is. A kertész kalap viccesen festett a gombán, de ő ennek egyáltalán nem örült.
Nem tetszik, szögezte le. Az ördög sipkától még dühösebb lett. Nem, nem vagyok ördög, mérgelődött kipirulva. Akkor lett csak igazán morcos, amikor Baltazár elővette a piros fazekat, amit a hóember viselt télen. Hiszen ez egy fazék, nem fogok egy fazekat hordani, dühöngött a gomba. Ez nem egy egyszerű fazék, ez volt a hóemberünk kalapja, vágta rá sértődöttem Baltazár. Végül Vendel a szarvasbogár került sorra, egy cilindert hozott a gombának. Ez nem is rossz, dünnyögött a gomba. De kérlek, keressétek meg inkább az én kalapomat. Azt szeretném hordani. Neki láttak megkeresni a gomba pöttyös kalapját. Épp ekkor repült arra a három kanári fióka. Mi tudjuk, hol van a gomba kalapja? Három szubogár csónakázik benne. Láttuk? Csipogták. Gyertek, irány a patak! Kiáltott Babóca. A vizen dalolászva csónakázott a gomba kalapjában a három szú. Adjátok vissza a gomba kalapját! Kiáltott rájuk dühösen Bogyó. Megígértük barátainknak, a bolháknak, hogy meglátogatjuk őket. Szükségünk van egy csónakra. De ez a kalap nem csónak, a gombáé. Adjátok vissza! Harciaskodott Bogyó. A szubogarak végül vonakodva visszaadták a kalapot. De hogyan jutunk el így a bolhákhoz? Kérdezték szomorúan. Majd mi elviszünk titeket, mi is a kis szigetre tartunk, csipogta a három kanári. Hurrá, madárháton fogunk repülni, ugrándoztak a kis szúk. De előbb visszavisszük a gombának a kalapját, szögezte le Babóca. Vagyis a csónakot, kuncogott a három szú, de Bogyó olyan szúrósan nézett rájuk, hogy nyomban abba hagyták. Köszönöm, mondta boldogan a gomba, és elégedetten mosolygott, mintha csak rám öntötték volna. A szúbogarak felpattantak a három kismadár hátára. Jó utat, kiáltott utánuk a gomba. Jó utat, harsogta Bogyó, Babóca és a többiek. Mindannyian búcsút vettek a gombától, és kalapjukat fejükbe nyomva elindultak hazafelé. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A barlangi pók. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár színes faleveleket gyűjtött az őszi erdőben. Egyszer csak sírást hallottak. Te is hallod ezt, Bogyó? Kérdezte Babóca. Igen. A barlangból jön. Menjünk, bekeressük meg, kisír! Félve merészkedtek egyre bejjebb és bejjebb. Hirtelen észrevették, honnan jön a sírás. Egy aprócska virágbogár sírt. No hát, mi történt veled, kis virágbogár? Miért sírsz? Eltévedtem ebben a sötét barlangban. Nem találom a kiáratot. Hogyan jutok most haza a házikomba? Sírdogált az apró bogárka. Mi a neved? Kérdezte Bogyó. Gömbi! Ugyan, ne szomorkodj, Gömbi! Majd mi megmutatjuk az utat a házikóthoz, mondta Babóca, és kedvesen magához ölelte a virágbogarat. Hirtelen furcsa, félelmetes hang hallatszott a barlang mélyéről. Bogyóék összeülelkeztek ilyettükben. A következő pillanatban egy hatalmas, mérges pók jelent meg, és dühösen rájuk kiáltott. Ki ébresztett fel álmomból? Mit kerestek ti a barlangomban? Meneküljünk! Kiáltott Baltazár, és mind futásnak eredtek. Gyertek, bújjunk ide! Szólt rémülten Babóca, és mindnyájan bebújtak a szikla mögé. A pók szerencsére nem vette észre őket, Gömbi azonban elsírta magát,
és a pók meglátta a falnál rejtőzködő csapatot. Bogyó, Babóca, Gömbi, Baltazár és Pihe szaladtak tovább, amilyen gyorsan csak tudtak. De jaj, Baltazár elbotlott egy kőben, és a pók bizony utolérte őket. Bogyó egy szúrós faággal hősiesen védte barátait. Menj innen, rusnya pók! Kiabálta dühösen. Amíg Bogyó elterelte a pók figyelmét, Pihe és Baltazár egy hosszú kötéllel körbe-körbe szaladtak a pók körül. Babóca védte Gömbit, nehogy a pók elérje. Na, most pórul jártál? Szólt elégedetten a pókhoz Baltazár. A pók megpróbálta magát kiszabadítani a kötél szorításából, de nem sikerült. Aztán egyszer csak elsírta magát. Nem is akartalak bántani titeket. Igazából még soha senkit sem bántottam, csak mérges voltam, amiért felébresztettetek. Kérlek, engedjetek el, megmutatom a barlang kiáratát. Tényleg nem bántasz minket, megígéred? Kérdezte Bogyó. Igen, ígérem. Gyertek, üljetek fel a hátamra, kiviszlek benneteket. Felültek a pók hátára, és hamarosan el is érték a kijáratot. Ideje elköszönnünk. Gyertek el a barlangomba máskor is. Köszönjük a segítséget, pók, mondta Pihe. Gömbi ez alatt elaludt a Katica lány kezében. Most mit csináljunk vele? Tanácstalanodott el Babóca. Építsünk neki babakocsit, javasolta Bogyó, és már munkához is láttak. A kocsi gesztenyegumóból, kerekei foágakból készültek. De hol lehet a házikója? Én tudom! Kiáltott fel Pihe. Amint megérkeztek a házhoz, a kis virágbogár felébredt a kocsiban. No hát, ó házikom, hazahoztattak engem, igazán köszönöm. Jó éjszakát, kis Gömbi! Aludj jól, és többet ne menj egyedül a sötét barlangba, mert újra eltévedsz, mondta Bogyó és Babóca. És búcsúzóul megölelték a kis virágbogarat. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a Katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el. Sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a Katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának.
Felborítottad az asztalt, tönkrement a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötőlány és Lili, a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és oda vezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek? Kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte mohatetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival.